A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most minden idők legnagyobb retro slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában, hogy jól érezze magát. Ez a Sztársáv Várkonyi Attilával. Önök a Retro Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb retro slágereivel kedveskedünk hallgatóinknak, és mai karácsonyi adásunknak első témája hamarosan el is kezdődik, mégpedig egy édesanya a telefonvonal túlsó végén, Lohonyai Dóra, aki nagyon különleges életutat járt be eddig, de majd kitérünk az út részleteire is, mert hogy az út ez esetben többet is jelent, mint egy hagyományos értelemben vett életút, mert ez a fizikai utazás is tartozott, de nem szeretnék ennyire előre szaladni, először is ismerkedjünk meg Dórával. Szervusz Dóra, szép vasárnapot neked! Szervusz Attila, köszöntöm a kedves néha hallgatókat is! Hát nézők is vannak, olyan értelemben, hogy a Facebook oldalunkon is lehet bennünket követni, úgyhogy jó volt az elszólás. Majdnem elszóltam, ne, ilyen. No, mutasd be nekünk kérlek gyermekeidet. Három gyermekem van, az első a lányom Kira, ő 13 éves, és enyhén autista. Ugye az autizmus egy spektrumzavar, és mindenki más mértékben érintett benne. Ő ezen kívül figyelemzavaros. Aztán a következő születési sorrendben Kende, aki most 11 éves, jobban érintett az autizmusban, és enyhén értelmi fogyatékos is, egyes besorolások szerint középsúlyosan, és Tourette-szindrómás. És a legkisebb pedig Karsa, aki most 10 éves, és mondjuk úgy, hogy neurotipikus, ami nálunk egy különleges helyzet, mert a neurotipikus az, aki teljesen átlagosan fejlődik, de az autizmushoz viszonyítva neurotipikus. De korán sem átlagos gyerek egy ilyen furcsa helyzetben. Az ő fejlődésére hatással voltak a testvérkeinek a, nem mondom betegsége, inkább mondjuk, hogy mássága. Igen, másság, hogy állapotnak szokták állapot, mondani, mert igen. Ugye ez egy veletőző állapot. Mert a másságnak állapot. Is van egy másik jelentés, hogy maradjunk az állapotnál akkor. Igen, mert tulajdonképpen ez egy veleszületett állapot, egy nem gyógyítható állapot. Mindenképpen hatással van rá, de nem úgy, ahogy esetleg valaki gondolhatná, vagy amitől én magam is tartottam jó sokáig, amíg nem látszott, hogy mivé válik. Ugye előtte van két nagyobb testvér, akik nem szokványosan viselkednek, mert az autistákra az jellemző, hogy kicsit gyengék a kommunikációs és szociális képességeik, vagy kicsit vagy jobban, tehát furcsán viselkednek, meg valahogy máshogy van az agyuk összedrótozva, tehát pürohomolgat kapnak, ha valami változik, mert nagyon mereven ragaszkodnak a sémákhoz, a viselkedés sémákhoz, amit ők megszoktak. Szóval elég furcsán viselkednek sok esetben, és én attól tartottam, hogy ez úgymond egy harmadik gyerek számára, aki kisebbségben van, ez egy példa lesz, és úristen, hogy fog viselkedni, és ezzel szemben ő teljesen hagyományosan viselkedik ennek ellenére, ami ugye azt bizonyítja, hogy bizony az autizmus nem egy ilyen rosszul tanult viselkedés, mint amit sokáig hittek is. Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést. Lohonyai Dóra a vendégem, egy édesanya. Mindjárt folytatjuk. Minden vasárnap, Sztársáv Extra, a házigazda Várkonyi Attila. Lohonyai Dóra a vendégem itt a Retro Rádió Sztársáv karácsonyi különkiadásában. Egy nagyon szép történet, három gyermek édesanyja, és a szépséget látom és érzem végig ebben a dologban, bár ha messziről nézzük, akkor azt is mondhatnánk, hogy szomorú történet, ugyanis egyedül neveled ezt a három gyermeket. Mit jelent ez egy egyedül élő édesanyának? Pontosítanék, úgy felel meg a dolog a valóságnak, hogy van nekik édesapjuk is természetesen, akinek van láthatása, tehát ő is el szokta őket vinni. Nem, ilyen módon nem teljesen egyedül nevelem őket, a hétköznapokban egyedül vagyok velük. Hát ez azt jelenti, hogy egy picit nehezítettek a hétköznapjaink, mert lelassult velünk az idő, és mert máshogy viselkedünk, és mások vagyunk, és most már én is idézőjelben másként viselkedem, mert nagyon sokat tanulok a gyerekeimtől, és nagyon érdekes látni, hogy a társadalom eléggé kirekeszt minket. Tehát egyszerű példát hoztam fel erre a TEDx-es beszédem során is, hogy elmegyünk a boltba, és mindenki megjegyzéseket tesz arra, hogy milyen neveletlen a gyerek is, hogy viselkedik, mert nem látszik rajta, nem lehet, nincs fizikai tünete, és azért az emberek nem feltételezik, hogy azért viselkedik furcsán, mert van vele valami, és úgy gondolják, hogy joguk van beleszólni az életünkbe. És nagyon sok ilyen éles helyzet van, amire hát eleinte az ember nincs felkészülve. Ezt akarok kérdezni, hogy ilyenkor harcolsz, vagy magadba fordulsz?
sok mindent próbáltam. Eleinte borzasztó rosszul esett, volt, hogy sírtam, volt, hogy hadakoztam, volt, hogy magyarázkodtam. Aztán idővel rájöttem, hogy végül is ezek az emberek nem tehetnek róla, mert nem tudják, hogy mi van. De jó ez a megközelítés, de jó. Igen, nem, mert nekem dolgom erről kommunikál, és nem rossz indulatban mondom ezt, hanem lehet, hogy én is ezt gondolnám fordított esetben, hogy úristen, micsoda viselkedés, hogy beszél ez a gyerek az anyukájával, mert bizony káromkodik, meg minden csinál, ami a Tourette szindrómával függ össze, meg csapkod, meg agresszív, ha rohamot kap. És én jöttem rá, hogy én nem várhatok az emberektől együttérzést, amíg én nem tudok annyira együttérezni, hogy rájöjjek, hogy ő nem tudja, hogy ez mi. És ez magyarázatra szorul. És nem ott, abban a helyzetben, ott nyilván nem tudom elmagyarázni, viszont missziómnak tekintem, hogy egy kicsit a világnak elmagyarázzam, hogy mi is az autizmus, mert már minden századik ember autista. És nagyon sokan vannak körülöttünk. És nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy bezárkózunk és szomorkodunk, hogy mások vagyunk, mert ebben nagyon sok kiaknázható lehetőség is van. Tehát itt átfordítható úgy gondolom, hogyha a társadalom jobban elfogadja őket. Innen folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm, hogy velem tartanak. Vendégük Glohonyai Dóra itt a Retro Rádióban. Minden vasárnap Sztársáv Extra, a házigazda Várkonyi Attila. Sztársáv című műsorunk vendége Glohonyai Dóra. Karácsonyi különkiadást tetszenek hallani, és műsorunkban egy családdal foglalkozunk. Ebben a családban jelenleg él egy édesanya, 3 gyermek, az egyikőjük enyhefogban, a másik közép súlyosan sérült, értelmi sérült, talán ez még szebb szó, mint az értelmi fogyatékos, vagy jobban kifejezi a valóságot, és Karsa a kihagyományos fejlődésű. Édesapjuk már nem él a családdal, de természetesen kiveszi a részét lehetőségeihez mérten a nevelésből. Te egy nagyon-nagyon sikeres üzletasszonyként kerested a kenyeredet, vagy kenyereteket. Hosszú éveken keresztül több csatornának voltál a brand menedzsere, és ezeket hoztad be Magyarországra. Tehát egy sikeres karrier állt akkor mögötted. Hogyan kellett a döntésedet meghozni, hogy ezt a karriert leteszed azért, hogy a gyermekeidet nevelgesd, támogasd, figyeld? Nézd, ez egy nagyon nehéz és hosszú és tulajdonképpen fájdalmas döntési folyamatnak az eredménye. Azt gondolom, hogy 3 gyerek önmagában nagyon nagy figyelmet igényel. De 3 ilyen gyerek még nagyobb figyelmet igényel, mert mint mondtam, ugye lelassult velünk az idő, tehát sokkal lassabban fejlődnek, mint a hagyományos gyerekek. Gyakorlatilag, nem tudom, 2 éve volt először olyan, hogy 5 percig nem szólt hozzám senki. Azért ez más családoknál hamarabb bekövetkezik, vagy hogy épp nem tör össze valaki valamit, vagy épp nem üvölt valaki. Szóval az én gyerekeimnek kiemelten sok figyelemre van szükségük, és én szeretem a dolgokat jól és odaadással csinálni. Szerintem csak úgy van értelme, és éreztem, hogy a cégem esetében ez már nem tud így lenni. Valahol ez a cég, amit 17 éven át nevelgettem, tulajdonképpen szintén a gyerekem volt, hiszen én építettem föl, és a magaménak éreztem, de úgy éreztem, hogy van olyan, amikor el kell engedni valamit. Ez korán sem volt ilyen könnyű megtenni, mint most elmondani, de megtettem, mert nem lehet 2 lovat egyszerre ugyanolyan jól megülni, és azt gondoltam, hogy egyértelmű, hogy a gyerekekkel inkább foglalkozni. Hát ez így önmagában egyértelmű, nyilván csak az is felmerül emberekben, hogy 3 gyermeket nevelni anyagilag is egy nagy nehézség. Már nem akarok én most pénztárcádba kotorászni, de én biztos vagyok benne, hogy a hallgatókban is felmerült ez a kérdés, hogy elegendő-e az állami támogatás, mert úgy gondolom, hogy abban valamennyi van, vagy ezt hogyan oldod? Az állami támogatás semmiképpen nem lenne elegendő. Ilyen szempontból nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert ugye egy sikeres cég tulajdonosaként végül úgy érzem, az égiek is támogattak ebben, mert nagyon jól el tudtam adni a céget, és jól szálltam ki belőle, és a nehézség ebben inkább tényleg ez a bizonytalanság volt, hogy ugrok egy nagyot a semmibe, és nem tudom, hogy miből fogunk megélni. De én nagyon hiszek abban, hogy létezik a teremtő erő, és hogy az ember képes bevonzani azt, amire szüksége van. Illetve én kaptam ehhez segítséget, megint csak az egyekre tudok hivatkozni, mert képzeld el, hogy újabb vállalkozást akartam indítani, és úgy hozta az élet, hogy semmi nem jött össze. Viszont összejött az teljesen véletlenül a vállalkozások kapcsán, hogy ingatlant vettem abból a pénzből. És ezt bérbe adtam, és szépen idővel magamtól is rájöttem, hogy ez egy égi útmutatás volt, hogy itt van, segítünk, kapsz anyagi hátteret, de vedd már észre, hogy most nem kell dolgoznod, mert a gyerekeidnek rád van szükségük. Úgyhogy végül elfogadtam. Köszönöm szépen, innen folytatjuk a beszélgetést. Talhonyai Dóra a vendégem, jövünk vissza. Minden vasárnap Sztársáv Extra, a házigazda Várkonyi Attila. Vendégem még mindig Talhonyai Dóra, aki elsősorban ember,
aztán édesanya, autizmus aktivista, író, üzletasszony és sorsnavigátor. Ez az Instagram bemutató szövege egyébként nem én találtam ki róla. 3 kisgyermeket nevel, 2 közülük autista, egyikőjük jobban, másikőjük kevésbé, és egy hagyományos fejlődésű 8 esztendős a legkisebb gyermek, ő Karsa. Ott hagytuk abba az előbb, hogy az élet valami nagyon furcsa kanyart vett, mert hogy az a sugallata támadt Dórának, hogy neki más dolga van, mint a nagyon sikeres üzletét folytatni, és a gyermekeivel kívánt foglalkozni. Itthon csődöt vallott a tudományos, szabad így mondanom? Tehát azt mondták, hogy eddig el lehet jutni, és innentől kezdve ezzel kell élni? Most az állapotokról igen, tulajdonképpen erről van szó, tehát az autizmus is és az értelmi fogyatékosság is sajnos beleszületett állapotok, és ekképpen nem gyógyíthatók. Természetesen mindenféle fejlesztésekkel, és táplálékkiegészítőkkel, és diétákkal, és ezoterikus módszerekkel, és gyógyszerekkel, és mindennel lehet próbálkozni. Én mindent ki is próbáltam, tehát én éjszakákat virasztottam át az internet előtt, hogy megoldást találjak. Mátran mondhatom, hogy nagyon jó a lelkismeret, mert tényleg mindent elkövettem, de hát eddig jutottunk, akkor is 2 évvel ezelőtt, 2018. októberében kimentünk Indiába egy indiai guruhoz, aki tényleg igazi gyógyító. Mit ígért az indiai guru? Az volt az első kérdés, amit nekiszegeztem, hogy én látom, hogy ő tényleg gyógyítasz, hiszen itt kikérdeztem embereket a hindu templomodban, és az egyik az éjszből, a másik a rákból épült föl, és mind hálával borultak le előtte, és vállaltak rendszeres önkéntes munkát nála, de mit tudsz kezdeni egy olyan állapottal, ami vele született, ami nem gyógyítható. És erről azt mondta, teljes játszi könnyedséggel, és a tipikus indiai fej ingatás közepette, hogy hát megváltoztatom a karmátokat. Elmondod kérlek pontosan azok számára, akik nem ismerik a szó jelentését nagyon röviden, hogy mit jelent maga a karma, és mit jelentenek a megváltoztatása? Hát a karma az nagyon bonyolult, tulajdonképpen filozófiai, vallásos fogalom. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor sorsnak fordítanám. Ennél picit több, mert az okokozati összefüggés a különböző életek között, tehát hogy valamilyen sorsot azért érdemlünk, mert előző életünkben valamiképpen viselkedtünk, és ez összefüggésben vannak így a hinduizmus és a buddhizmus szerint azok az életek, amik egymást követik. Uh-huh. Úgyhogy ennek a megváltoztatása azért ez egy nagyon bátor dolog, ha valaki ilyet. Tehát arról van szó, hogy a reinkarnáció során valami elő van írva, megiratott, ugyanúgy, ahogy igen, mondjuk a keresztény vallásban is azt mondják, hogy a te sorsod meg van írva. Ott abban a vallásban azt mondják, hogy meg van írva a sorsod, a következő létezésedben lesz egy másfajta sorsod, de az is meg van írva, és így ezt van. A karmát ígérte ő, hogy meg tudja változtatni. Így van. Ja. Igen. Én meg úgy gondoltam, hogy ilyen lehetőséget nem kap az ember minden nap, ebbe bele kell vágni, lássuk meg, hogy mi sül ki belőle. Legrosszabb esetben is lesz egy kalandos évünk, vagy 2 évünk, mert úgy indultunk neki, hogy ki tudja mennyi időre, 1-2 évet ígért a guru, lesz egy kalandos hosszú időszakunk egy egzotikus és kalandos országban, ebből mindenki csak profitálhat. Hogy mennyi időt töltöttek Indiában, és mi történt ott, arról fogunk beszélgetni hamarosan itt a Retro Rádióban, mindjárt folytatjuk. Minden vasárnap Sztársáv Extra. A házigazda Várkonyi Attila. Lohonyai Dóra a vendégem, és élettörténetük egy nagyon különleges néhány eszendejéről beszélgetünk, mégpedig 3 gyermek és az édesanyja nekivágott az ismeretlennek, Indiának, egy egészen más kultúra, egészen más ország, egészen más klíma, egészen más vallás, más hit, más filozófia, más életszemlélet. Dóra, folytassuk kérlek a történetet, kiérkeztetek, mert ugye voltál kint magad is először, körbenéztél alaposan, hogy mégse teljesen a semmibe ugorjatok bele, de aztán kimentetek 3-an, mi történt ezután? 2 hétig szállodában laktunk, 0 csillagos csotányos szállodában, és ez idő alatt már elkezdtem így minősíteném röviden. Igen, én értem. És ez idő alatt, ahol egyébként konkrétan vödörben lehetett fürdeni, a gyerekek nagyon élvezték, mert ők még belefértek, és rögtön rászoktunk a riksázásra, mert az ott a közlekedésnek a taxin kívül az. Ez ugye, hogy egy ember, mondja, egy férfi ember húzza a kis szekeret. Ülnek a többiek. Igen, ez a hagyományos, az eredeti, de most már otoriksa van, tehát ez most már a motorra rászerelt kis ilyen kis dobozka, ilyen kis szappantartó, amiben bele lehet ülni, és jól ki is lehet esni, amikor hirtelen fékeznek. Szóval ezek már motoros riksák. Az igen, fejlődik a világ. Semmilyen biztonsági öv, meg ilyesmi nincs. Ellenben a különböző neonfények és rikácsoló indiai fülsikötítő zenék, azok folyamatosan szólnak bennük, úgyhogy ez önmagában egy élmény. Na, de visszatérve
az első pár hetünkre, két hét leforgás, ja, első naptól kezdve már mentünk a templomba, a gyógyításra, hogy rögtön kihasználjuk az időt, és ne vesztegeljük valami lakáskereséssel, és hát találtunk lakást, amit ki is vettem. Sajnos ott arrafelé üres lakásokat adnak csak bérbe, úgyhogy hirtelen be is kellett rendezni, de hirtelen nagyon moderné is váltam, mert egy riksában zögykölődve vásároltam interneten használt bútort, úgyhogy nem voltam benne biztos, hogy pontosan melyikre is nyomtam rá az ujjammal, mert annyira zögykölődtünk, de gondoltam, mindegy, erre az időre jó lesz. Úgyhogy körülbelül így. Tudjuk, hogy India az angol korona gyémántja volt annak idején, tehát valamilyen szinten beszéltek angolul, de azért mégsem a helyi nyelvjárásokkal kommunikáltál, ez nehézséget jelentett? Nem igazán. Nagyon sokan egyébként írástudatlanok, és aki nem járt iskolába, vagy állami iskolába járt, már pedig ez a többség, ők nem nagyon tudnak angolul. Ennek ellenére az alapszavakat értik, és hát most nekünk nem volt olyan nagy bonyolult kommunikációra szükségünk, úgyhogy ez a kommunikálás nem okozott gond. Kant etikájáról nem folytattatok egyetemi értekezést? Nem, ki most nem volt, erre idős lett volna. Viszont elindult a kis életetek, és elindulta, és akkor itt milyen szót használjak ki? Kezelés? Én nyugodtan mondhatod, jó, ilyen kezelés. Elindult a kezelés. Innen folytatjuk, remélem velünk tartanak. Lohonyai Dóra a vendégem itt a Sztársában. Minden vasárnap Sztársáv Extra, a házigazda Várkonyi Attila. Műsorunk vendége Lohonyai Dóra, egy édesanyja, egy ember, aki úgy döntött, hogy megmentendő a családja és gyermekei egészségét, vagy legalábbis tessenek jól érteni. Elindul egy olyan vállalkozásra, ami szerintem egészen elképesztő, hogy európai nő szemével nézve, hogy egymaga a három gyermekkel kiköltözik Indiába. Megszerezte a lakást, riksa kulival jártak, de már motoros, ezt is tudjuk, és elkezdődött a kezelés. Hogy nézett ki ez? A kezelés egy ilyen gyakorlatilag kézzelfoghatatlan varázslás volt. Volt olyan része, amikor egy óránál csukott szemmel kellett feküdni mozdulatlanul egy teremben letakart szemmel. Én speciál láthattam, mert én vigyáztam arra, hogy a gyerekek ne zavarják a többieket, meg tényleg fekve maradjanak. Ilyenkor állítólag az óránkban matatott a guru, aki személyesen nem volt jelen ott abban a teremben, de az épületben igen. Aztán citromos vízkúrára fogtak minket, ami tetes citromos víz mennyiséget jelentett naponta, amivel át kellett mosnunk a szervezetünket, különböző olajokat adtak, amiket bizonyos pontokra kellett kenni, aztán volt kézrátétes terápia és különböző mantráknak a közös mormolása. És indiai nyelven? Is, és természetesen ékes szanszkrit nyelven. Sanskrit. Nagyon vicces volt, ahogy a gyerekek ezt megtanulták, és volt olyan, hogy a riksában elkezdtek ilyen szanszkrit imákat énekelgetni. Ez kicsit furcsa lehetett a riksasofőrnek, mondjuk olyan, mint hogyha egy indiai beül nálunk egy taxiba és elkezdeni a mi atyánkat mutogatni, vagy igen. Szóval elég komikus helyzetek voltak. Összességében nekem volt olyan érzésem, és próbáltam rákérdezni, de átok nem szokás kérdéseket feltenni, és főleg nem válaszolni, de volt olyan érzésem, hogy nem maga az számított, hogy mit csináltunk, hanem az, hogy hol voltunk, és hogy a guru aurájában voltunk, aki nem ő maga a varázsló, hanem aki egy médium, egy csatorna, már nem élő, már köztünk, nem az élő sorában lévő hét nagyobb gurunak a közvetítője, tehát az ő erejüknek a közvetítője, köztük van Szai Baba is, aki azért talán másoknak is mond valamit. Így van. Innen folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amire szerintem mindannyian vártunk, hogy vajon meggyógyultak a gyermekek, vajon megváltozott-e valami velük, megváltozott-e mondjuk egymáshoz, a világhoz, szüleikhez való viszonyuk. Maradjanak velünk, jövünk vissza rögtön. Minden vasárnap Sztársáv Extra, a házigazda Várkonyi Attila. Hát én magam is nagyon izgatottan várom, és szándékosan nem beszéltem erről Dórával, hogy mi lett a vége ennek a beszélgetésnek, ugye mindig fel szoktunk készülni, és alaposan kifaggatjuk a vendéget, mielőtt adásba kerül, de én most direkt szerettem volna ennek a dolognak a végét Dórára hagyni, és erre a pillanatra, ami most elkövetkezett, sikerült-e bármilyen előrelépést, oldalra lépést elérni a gyerekek állapotában, a gyerekek és a világ viszonyában? Na most, ha ezt teljes részletességgel elmondom, akkor lelövöm a könyvem poénját, ugye, mely erről szól végül is. Mennek címe Karmaváltás, fél év Indiában egyedül három gyerekkel és az autizmussal. De azért annyit elárulhatok, hogy nagyon-nagyon sok változás történt az életünkben. Mégis hazajöttünk fél év után, mert ezt akkor én nem láttam. Az én fejemben volt egy ilyen, mondjuk úgy, hogy tipikus nyugati előítéletes elvárás, hogy
minket meggyógyítanak, mi ezért mentünk, hoppá, ez nem elég kézzelfogható, nem történik semmi, akkor a gyerek állapota romlik, akkor én hazamegyek. És aztán, ahogy hazajöttünk, hirtelen teljesen feje tetejére állt az élet velünk, és akkor jöttem rá, hogy ha, hiszen nem is gyógyítást ígértek nekünk, hanem karmaváltást, és az bekövetkezett. Hogy most ez a guru hatása, vagy az ő hét szellemének a hatása, vagy annak a hatása, hogy én kimertem lépni ilyen mértékben a komfortzónámból, és ezáltal magammal rántottam a gyerekeket is, majd, hogy nem már utólag nézve mindegy, én azt gondolom, az a lényeg, hogy történt óriási változás az életünkben. És hogy mi lett a vége, hát mondjuk az indiai sztorinak a vége, az benne van ugye a könyvben, de ugye egy életútról beszélünk, azt majd idővel ezt meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát egy csak egy lépés volt az úton. Hát megmondom őszintén, engem teljesen meglepett az egész történet, és egészen elképesztő és távolálló, ha nevezzük így nyugati nőként, nekivágni így a világnak, és három gyerekkel egy teljesen új életet kezdeni egy másik kontinensen, majd hazaérni, és visszarázódni, és rádöbbenni arra, hogy milyen változások történtek. Én azt gondolom, hogy ha nem is történt hagyományos értelembe vett gyógyulás, de az mindenképpen megtörtént, hogy ezeket a gyerekeket megismerte az ország, mind Dóra könyvén keresztül, mindennek a műsornak a segítségével. Egyáltalán az autizmusra egy kicsit másképp nézünk, és talán nem vásott rossz kölyköket látunk, vagy éppen önmagából a semmiben néző gyermekeket és felnőtteket látunk az autistákban, hanem egy másik emberi lényt, aki érez, aki gondolkodik, aki pont ugyanolyan problémákkal küszködik, mint mi, csak esetleg ezt nem tudja elmondani. És persze láttunk autistákat filmeken, zseniális képességekkel, hogy ránéznek egy nagy halom borsóra, és megmondja, hogy 26 millió borsószem van benne. Nos, ez a ritkább eset. De ők elsősorban emberek. Dóra, mi a jövő? Mit látsz a gyermekek fejlődésében, jövőjében, felnőtt korukban? Én azt gondolom, hogy mindamellett, hogy elmondtam a nehézségeket az előbb, ugye a kommunikációs nehézségeket, és emiatt az összes további kapcsolatteremtési és beilleszkedési nehézséget, összességében emiatt egy probléma, mert a társadalmi rendszerünk, a jelenlegi életünk arra van berendezkedve, hogy valamiként működik a iskolarendszer, a munkavállalás, és így tovább. Ugyanakkor én szeretném arra mindenképpen felhívni a figyelmet, hogy ezek az emberek, és én két autistát is nevelek, hatalmas mesterek és tanítók, akik egész más szellemi dimenzióban vannak, és ezért, talán pont ezért költöznek olyan nehezen bele ebbe a testbe és ebbe a világba, ami még a régi rendszerint működik. Én azt érzem, hogy nem véletlen, hogy egyre több autista születik. Valamit el akarnak nekünk hozni információt, valamire meg akarnak nekünk tanítani. Nem ismerik a versenyszellemet, nem ismerik a rossz indulatot, nem ismerik a hazugságot. Végtelenül jó indulatúak, de ebben a világrendben sajnos ez még hátránynak is számít, hiszen aki naív, azzal vissza lehet élni. De mindenképpen szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy tanulhatunk tőlük, mert ha nincs is mindenkinek, inkább az aspergereseknek van valamilyen zseniális képességük, amit említettél, nekik is azért van valamilyen hiperérzékenységük másokra. Az autizmus szó azt jelenti, hogy önmagában zártság. És ez azért van, mert olyan érzékenyek, hogy összekeverik a másik ember érzéseit a sajátjukkal. Olyan szinten érzik, hogy mi van körülöttük, és most gondold el, belépsz egy terembe, ahol van 10 ember, vagy ne agyisten 100. Szóval mindenkinek érzed a rezgését, a gondolatát, a tudatállapotát, az érzéseit, akkor nyilván összezavarodsz, sok és bezárkozol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség van még ebben, ami nagyon gyerekcipőben jár, mert per pillanat ez egy társadalmi probléma, ami nem megoldott. És én ezen fáradozok, ezért hoztam létre egy egyesületet is, és ez a célom, hogy mire az én gyerekeim fölnőnek, addigra valahogy társadalmilag jobban integrálhatók legyenek, mert ha nem, akkor mindenképpen egy terhet jelent majd a társadalom számára az életük biztosítása. Mert 18 éves korig iskola kötelesek ők is, és addig rendben van, eljárnak valamilyen speciális intézménybe, de mi lesz velük utána? Ez nagyon nem megoldott. Ami a gyakorlatban látható, az, hogy az egyik szülő, általában az anya, gyakorlatilag feláldozza magát, és valami kevés segélyből élve belerokkan a teherbe. És nem gondolom, hogy ennek így kellene lennie. Történet önmagában is, hogy fogalmazzak, hogy teljesen kifejezze azt, amire gondolok. Szörnyű, nehéz, súlyos, és sorolhatnám itt hosszasan a jelzőket. Azonban én Dóra hangjában mégis boldogságot és csilingelést hallok. Mi
a boldogság neked? Vagy jól hallom egyáltalán, Dóra? Igen, jól hallod, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert valóban a történetre rá lehet úgy is nézni, hogy itt van ez a szegény nő, akinek volt egy felívelő karrierje és egy házassága, és családot alapított, és született két ilyen gyereke, és úristen, és tönkrement a karrierje, és elvált, és hú, micsoda szerencsétlenség. És rá lehet úgy is nézni, hogy legalábbis én úgy ítélem meg, és azt gondolom, hogy éppen ez a dolgok kulcsa, hogy abban van szabadságunk, hogy mit, hogyan akarunk látni, és nem abban, hogy mi történik velünk. Én úgy döntöttem, hogy én úgy akarom látni, hogy az életem nagyon különleges, hogy nem a szokásos hétköznapi versenyistáló részesei vagyunk, hanem egy egész másik bolygón élünk, ahol minden percet lelassulva ki tudunk élvezni, egy kicsit egyébként a Covid időszakhoz hasonlítanám, csak nekünk az egész életünk ilyen. Egy kicsit ugyan elzárva és elszigetelve a világtól, de rengeteg mindenre tanítanak meg a gyerekeim. És volt egy ilyen reveláció pillanatom nekem, amikor először szembesültem a diagnózissal, és nagyon sokat sírtam, amikor egy barátnőmnek azt mondtam, hogy annyira szeretném, hogy boldogok legyenek. És szembesültem azzal, hogy semmi nem úgy fog alakulni, ahogy azt terveztem az életemben, és az ő életükben sem. És akkor a barátnőm tulajdonképpen kétségbeesésében egy nagy bölcsességet mondott nekem, hogy miért azt gondolod, azt látod, hogy ez a többi ember ott kint, aki rohangál, mind boldog attól, hogy egészséges. És akkor ott leesett, hogy ez döntés kérdése. Igen. Tulajdonképpen nem ezen fog múlni, és ez segített nekem valahogy ebből az egészből nem csak felállni, de nagyon sok erőt is ad. Hát én nagyon szépen köszönöm, Dóra, hogy mindezeket elmondtad nekünk, és szívből kívánom, hogy a lehetőségekhez és a tudomány, valamint a pillanatnyi állapotatta a helyzethez képest a lehető legjobban integrálódjanak a gyermekek, mert előbb-utóbb magukra maradnak, és akkor nekik nem lesz nagyon könnyű, hogyha ezen az úton még tovább kell menniük, bár ez a karmaváltás nyilván ezen is segíthet esetleg a jövőben, de ezt még egyelőre nem tudjuk. Nagyon hálás vagyok ezért a nagyon szép történetért, és engedd meg, hogy hallgatóink nevében és a stáb nevében is boldog karácsonyt kívánjak az egész családnak, és köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen, és én is boldog karácsonyt kívánok mindenkinek.